Ahogyan láthatták és hallhatták az előzőekben is, nagyon szeretünk fogadóra műsorunkba kitekinteni szatmári településekre, bemutatni az ott folyó életet, megnézni a lakosságot, megnézni a fejlesztéseket, és egyébként megtekinteni azt, hogy hogyan is fejlődik egy-egy szatmári település, és minek köszönhetően teszi mindezt. A következő percekben szintén egy települést fogunk megnézni, aktuálisan most Penyigére látogatunk. Nagy szeretettel köszöntöm Penyige polgármesterét, Juhász Gyula polgármester urat, akinek azt is köszönöm már egyúttal, hogy felajánlotta a tegeződést. Örülök, hogy eljöttél hozzánk a stúdióba, és ha már Penyigét említjük, mely Fehérgyalmaton nagyon nincsen messze, sőt mondhatni, hogy elérhető közelségben található, akkor nézzük meg azt, hogy Penyige miért is olyan népszerű a lakosok között, hiszen itt elmondható ezen a településen, hogy nem csökken a lakosság száma, hanem növekszik. Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm is a televízió nézőit, köszönöm szépen a meghívást, a lehetőséget, és természetesen tegező viszonyban beszélgethetünk, mert nagyon régóta ismerjük egymást. Igen, tehát a kérdésedre, Penyigén a lakosság szám az utóbbi években megindult növekedni. Szépen lassan, de növekszik, és már a 800 főt is átléptük, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos a településünk számára. Az elmúlt években nagyon sok lakás volt eladó, és most talán azt kell mondani, hogy mondok egy arányszámot, 30 lakásból 28-at megvettek az elmúlt években, és most is talán 2-3 lakás van eladó, és úgy gondolom, hogy a falusi csok, melybe Penyige is belekerült, ezáltal szerintem ezek a lakások is értékesítésre fognak kerülni, és nagyon örülök annak, hogy a lakásoknak a 90%-át fiatalok veszik meg. Környező településekről, többek között Fehérgyarmatról, és ezek a fiatalok, hál' Istennek, családalapítás előtt vagy közben vannak, és szülnek gyerekeket, fejlődik a településünk létszáma, lakosság száma, ezáltal növekedett az óvodai létszámunk, ezáltal növekedett az iskolai létszámunk, amely egy hosszú távon életképessé teszi az intézményeinket, és én úgy gondolom, hogy nagyon fontos számunkra ez, illetve az, hogy a településünk lakosságának az átlag életkora, az elmúlt évét számoltam ki, 39,1 év volt. Ez nagyon fontos. Sokan azt gondolhatnák, hogy Penyige lakosságának a növekedésbe szoros összefüggésben állhat a kormány intézkedéseivel azáltal, hogy mondjuk Fehérgyalmat közelségében van, tehát vonzás körzetében, de nem csak ennek köszönhető, hanem annak is, hogy a településen azért bizonyos fejlesztések elindultak. Milyen fejlesztésekről beszélhetünk az elmúlt időszakban? Igen, tehát a településünk, én úgy gondolom, hogy elég komolyan fejlődött az elmúlt évtizedben. Nagyon sok mindent sikerült megvalósítanunk a képviselőtestülettel és a lakossággal közösen. Ami egyik legfontosabb volt, az a szennyvízberuházásunk, 2014-ben adtuk át, amivel végképp minden egyes infrastruktúra ki lett építve a településünkön, ami egy élhetőbb település teszi a községünket. És úgy gondolom, hogy az elmúlt évben az óvodát újítottuk fel, az általános iskolát újítottuk fel, az intézményeket több helyen felújítottuk, most pedig folyik a bevezető árokrendszernek a felújítása, de most nyertünk támogatást energetikai felújításokra, a művelődési házra és az örökségházára, és ezek a felújítások, beruházások szebbé, esztétikusabbá teszik a településünket, lakhatóbbá, élhetőbbé, a gyerekek számára az intézményekben jobb lehetőséget tudunk biztosítani, és talán ez is közrejátszik abban, hogy a településünket és lévő lakásokat szívesen megvásárolják az emberek, és oda költöznek a településünkre. Hallottuk, hogy vannak futó beruházások. Milyen jövőbeni beruházásokra számíthatnak még a Penyigén élő polgármester úr? Igen, tehát most jelen pillanatban folyik 4 kilométer hosszában a településünknek a bevezető árokrendszernek a felújítása, mely a mellékutcáknak a befogadója, és ez a Szentkibe vezeti bele a vizet. Ezután fog következni, hogy említettem, az energetikai beruházás. Most adtunk be egy pályázatot egy Magyar Falu program keretében rendezvényekre, illetve most készül a Kossuth utcának a beletörtő szakaszán, a régi Fehérgyalmati út, így mondom, a főúttól a Zsilipig, meg lesz élesítve az út, ha ezt a pályázatot megnyerjük, mert olyan keskeny, hogy két autó nem fér el egymás mellett, télen, ősszel, vízbe, sárba, hóba, baleset veszélyes. Tehát próbáljuk azt is szebbé, esztétikusabbá tenni a régi Kossuth utcát, illetve egy nagyon komoly beruházásról tudok beszámolni, a Szenke patak vagy tó ugye felújításáról, ami 2 évvel ezelőtt elindult, ekkor a vízgyasát költségvetéséből egy részét felújtotta, viszont most uniós pénzt sikerült ehhez nyerni, és most már nyugodtan kimerem jelenteni, hogy július 15-től a kotrási munkák el fognak indulni, a kivitelező megvan, a bejárás megtörtént, a szakhatóságok hozzájárultak,
tehát most már nem kell várni tovább. Na, ugye nagyon csúnya esztétikai képet mutatott a településünkön a Szenke, bozótos lett, kipusztult az élővilág egy része, kiszáradt, most viszont ezzel a kotlási munkákkal szebbé tudjuk tenni, aztán megépítik a zsilipet, egy új zsilipet fog építeni a vízügy, és ha minden igaz, akkor jövőre Komlód Tótfalunál fognak építeni egy napelemes vízszivattyúházat, mely majd a Csegöld, Újlak és a Penyige víztározónak a vízszintjét fogja szinten tartani. Tehát úgy gondolom, hogy még egyszer ez a katasztrófa, ami most Penyige Szenkével történt, az nem történhet meg. És ez is egy szebb esztétikus képét fogja mutatni a településünknek is, illetve a Szenketónak is. Illetve megmondom őszintén, hogy az önkormányzatunknak hosszú távon a Szenkével tervei vannak. Testetünkkel már megegyeztünk, megtettük a szükséges lépéseket is. Ha ezek a munkátok befejeződtek, mi szeretnénk a Szenkének a hasznosítási jogát az önkormányzatunk kezelésébe átvenni. Polgármester úr, a Szenkénél a munkálatok azok már most el fognak akkor kezdődni nyáron? Igen, most július 15-én, a tavasszal már a cseréket a kivitelező kiirtotta. A környezetvédelem kért, hogy a fészkelési időszak előtt ez megtörténjen. A fák megmaradtak, amit kértünk, hogy ez ne legyen teljesen úgymond pucér, vagy nagyon csúnya. És még megvan az is, hogy 130 négyzetméter nátszégetet meg kell hagynunk 4 szakaszban, és akkor július 15-ével a kotrási munkák elindulnak, a hídtól a zsilipig teljes hosszában, a közepétől a lakossági oldalra engedte a környezetvédelem szakhatóságok kikotolni a Szenkét. Ha a Penyigének a nevét hallom, én magam, akkor mindig a Szenke jut eszembe, és eszembe jut a Szenkeparti Nagyvásár. Ez a kettő valahogy úgy Penyigéhez fűz emlékekben engem, és ha már a Nagyvásárt említjük, akkor nagykorú lett, ezt elmondhatjuk, hiszen a 18. állomáspontjához fog érkezni most augusztusban, 2019-ben. Hogyan készülnek erre, polgármester úrék? Igen, tehát a Szenkeparti Nagyvásár 18. évéhez érkezett, ahogy említetted. Augusztus 18-án fog megrendezésre kerülni a vásár, és természetesen úgy, mint az elmúlt években. Hónapokkal ezelőtt ugye nekiálltunk az előkészületi munkáknak, a rendezvény nagyjából összeállt, még most vannak a jelentkezések a vásárra, az árusok jelentkezése, a kézművesek jelentkezése folyamatban van, és akkor úgy, mint ahogy az elmúlt 17 évben volt, ahhoz hasonlóan igyekszünk megrendezni a vásárt. Tehát lesz egy kulturális része, lesz egy vásári része, és lesz egy gasztronómiai része. És ugyanott fog történni az idén is a vásár, tehát ugyanott lesz megrendezve. Igaz, hogy a kotrási munkák elkezdődnek, de sikerült a kivitelezőt úgy megegyeznünk, hogy ne zavarjuk egymást, sem a vásár készülését, sem pedig a kotrási munkátokat. Lehet, hogy most nem lesz olyan szép és esztétikus a környezete, még a Szenkének, mint amit szeretnénk, mert nem tudják addig megcsinálni, de igyekszünk és igyekszik a vállalkozó is, azt ígérte, hogy minél esztétikusabban lássák majd ott a látogatók, a vásáron lévők. Ezt mindig megszerettem volna tőled kérdezni, hogy a Szenkeparti Nagyvásárnak miben van a különleges varázsa, hogy távolabbról is sokan eljönnek és megtekintik, megnézik és élvezetesen vesznek részt a programokban? Hát igen, ez a kérdés, ez igen nehéz, amit most elmondtál, megmondom őszintén, akik eljönnek, ugye ők tudnának rá igazából válaszolni, de tényleg, ahogy hallottam az előbb a polgármester kollégámnak, Móricz Zoltánnak a beszámolóját, vagy ugye a interjúját, és ugye mondja, hogy nagyon sok helyről érkeznek a településére, mi is ugyanezt tudjuk elmondani, hogy Penyigére is nagyon sok helyről érkeznek, külföldről is, és a Magyarországról is, de találkoztunk budapesti, dombóvári, békés, csabai, miskolci ide látogatókkal, és a környező településekről természetesen, illetve ugye külföldről, Kárpátaljáról, és ott Kárpátaljáról a kézművesek rendszeresen jönnek át csoportosan, és hogy biztosítjuk a sátrat ingyen és bérmentve számukra, lehetőséget adunk a bemutatkozásra, illetve arra, hogy kis részt tudjanak venni a vásáron. Én úgy gondolom, hogy mi leginkább nagyon sok gyereket látunk a vásáron. Mi igyekszünk a gyerekeknek lehetőséget biztosítani, akárcsak a közmunkásaink által elkészített bábukkal, a tárgyakkal, az ingyenes játszóurgálókkal, várral vagy a térrel. És úgy gondolom, hogy több minden megtalálható a rendezvényünkön egyszerre. Tehát az étkezés, tehát a gasztronómia, a kultúra, a vásári hangulat. És ugye a Szenke még mellette a tutajozás volt, a vízi biciklizés, amikor a lehetőséget adta a Szenke, hogy nem volt kiszáradva, és ezt nagyon sokan vették igénybe. Az elmúlt évben például a tutajozáson meglepődtem, hogy déltől este 8 óráig a két tutaj megállás nélkül ment. Pedig belépőjegy volt rászedve, és iszatos mennyiségű pénzt szedtek össze.
Tehát úgy látszik, hogy van igény erre a dologra, és nekünk kötelességünk ezt olyan szinten megrendezni, hogy mindenki élményekkel menjen el. Természetesen tudjuk, hogy nem tökéletes egyik alkalommal se. Ezen dolgozunk, hogy minél jobb legyen, minél szebb legyen. Van, mikor mi tehetünk róla, van, mikor viszonyos helyzet alakul ki, de mindent elkövetünk annak érdekében az idén is, hogy az emberek, az a látogató turisták jól érzik magukat Penyigén. A szatmári fesztiválok kavalkádját elmondhatjuk, hogy ti koronázzátok meg, hiszen az utolsó rendezvény a nyári időpontokat tekintve általában a penyigei nagyvásár, a szenkeparti találkozó szokott lenni, ahogyan idén is várhatóan ez a program lesz, és most idén szó szerint felteszitek a pontot az i betűre. Hiszen lesz egy nagy program, egy nagy zenekar, amelyet szeretnétek megörvendeztetni nem csak a Szatmárban élőket, hanem az ország távolabb pontjain élőket is. Kit várhatunk Penyigére? Hosszos előkészületi munkának köszönhetően, és szervező munkának köszönhetően, melynek a fő koordinátori feladatát te vállaltad magadra. Igen, tehát ez egy nagyon hosszadalmas előkészületi munka volt, hogy említetted. A szenkeparti nagyvásár napján, de nem a szenkeparti nagyvásár területén, hanem utána a futballpálya lesz az Omega együttesnek egy nagyszabású koncertje. Ugye az Omega együttes szerintem nagyon sok generáció szereti, mind a mai napig hallgatja, és hogy őket egész zenekari szinten itt láthatjuk Penyigén, az egy nagy szó lesz. Hány emberre számítottok? Mielőtt erre válaszolnék, engedd meg, hogy azt elmondjam, hogy amióta ez kiderült, hogy Pap Attila kollégád tette fel a Facebookra legelőször, engedélyt kérdettem, hogy fölteheti-e, föltette, és ő mondta el a múltkor a rádióban, hogy óriási lájkot kapott hirtelen, és nagyon sokan megnézték és lájkolták. Utána pedig Bodnár Zsolt, amit most is köszönök neki, a három határ híreivel tette fel az Omega együttesnek a koncertjét Penyigén, és ott is nagyon több ezer ember nézte, ami nekünk számunkra nagyon fontos volt, hogy ezt mind Pap Attila, mind pedig Bodnár Zsolt megtette. Igen, tehát azt szeretném leszögezni, hogy nagyon sokan megkérdezték, mind Pap Attilától, mind tőlem, hogy igaz-e, hogy az Omega együttes jön Penyigére. Nem csak egy utánzat, nem csak egy tagja az együttesnek, és így szeretném elmondani, hogy nem. Jelen pillanatban a szerződés megkötetett, az Omega együttes, ami ma létezik, Omega együttes Magyarországon, és akik felléptek most Gyulán, vagy Miskolcon, vagy Veszprémben, ugyanaz az együttes fog Penyigére jönni, ők fognak fellépni komplett zenekarral, és ráadásul még a saját technikájukkal egyeztünk meg, ők hozzák a színpadot, a hangosítást, az ők technikusai, operatőri fognak dolgozni, a LED falakat, a világítást, tehát mindent ők szerelnek, minden a saját technikájuk lesz. Én úgy gondolom, hogy így még látványosabb műsort tudunk adni, közel 2 órás koncertről van szó, és ugye a lézersóval, a fénnyel, ugye az Omega erről híres is volt, hogy már régóta valaki, akkor ő mindenek megadja a körítését, ő nem haknikol. Közölték velem is, hogy nem haknikolnak. Ők élőben, egyenesben lehető legjobb produkciót nyújtva, amit tudnak, azon a napon azt fogják Penyigén is nyújtani. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy ez egy vállalkozása a képviselő testületünknek. Míg a szenkeparti nagyvásár úgy néz ki, hogy ingyenes lesz, ez még most nem ígéret, ez még egy lehetőségünk van, de ez még függ egy bizonyos dologtól, és valószínűleg de 99%-ig biztos, hogy a szenkeparti nagyvásár ingyenes lesz. Viszont a Omega együttes koncertje utána, ami lesz a futballpályán, az viszont belépőjegyes lesz. Ennek a belépőjegynek az ára 2500 forint. Egy Omega jegyet, ha megnéznek az interneten, általában 6-7000 forintba kerül egy Omega koncertre a jegy. Penyigén a testületre úgy döntöttünk, hogy a helyi lakosoknak ingyenes, és a ide látogatóknak, akik Penyigén szeretnék az Omega koncertet megnézni, azoknak pedig 2500 forint lesz. A jegyeket elővételben lehet megvásárolni csak, tehát a koncert napján a futballpályán már nem lesz jegyárusítás. Erre nincs lehetőség, és türelmet kérek mindenkit és megértést, mert ott már akkor jegyet több ezer ember jelenlétében remélhetőleg nem tudjuk megtenni. Ezért július 2-ától a hivatalban, a községházán lehet elővételben jegyet vásárolni. Akár postai úton, akár átutalással, akár helyszínen. Ugyanis most Budapest is már többen érdeklődtek, Debrecenből, Nyírbátorból, környező Nyíregyházáról cégek is, hogy mikor lehet, milyen forrátumban lehet egy jegyet vásárolni. Aki Budapestről szeretne jegyet venni, az is megteheti e-mailben,
majd a honlapunkra fejlesztéve a szabályok, hogy hogy lehet milyen forma, de szeretném itt elmondani, hogy megrendeli e-mailben, két mondatban, mellékelve nevét, címét, egy bizonyos mondjuk egy szemigazolvány számát, átutalja a számlaszámunkra az összeget, mi akkor ezt mondjuk, hogy vegyük fel a négy darab jegyet egy borítékba, lezárjuk, és a Szentkaparti nagyvásár napján lesz egy Omega sátor, amiben, ahol majd átveheti a négy darab jegyet. Tehát ezért nem kell leutazni más települések vagy messzebbről, a helyek pedig itt a környékbeliek pedig megvásárolhatják a községházán. Úgy gondolom, hogy igyekszünk mindent elkövetni annak érdekében, hogy minél többen megnézzék. Természetesen a futballpálya és az iskolaudvar helye, ahol lesz a koncert, az behatárolt, illetve a katasztrófvédelem és a szakhatóságok által a létszám behatárolt lesz, tehát mindenképpen a jegyeket csak korlátozott számban lehet majd megvásárolni. Az, hogy pontosan hány darabot, azt most én nem fogom tudni megmondani. Pontos számot nehéz is lenne most mondani, de valószínű, hogy nagyon sok ezen ember fogja megtekinteni ezt a koncertet, és lesz kíváncsi az Omegára. Még mielőtt azt hinnék a televízió nézők, hogy csak a Szentkeparti Nagyvásár, mint program jelenik meg a település életében, segítsünk nekik, és helyesbítsünk, hiszen vannak más alkalmak is, kicsit távolabbra tekintve, ami még tényleg távolabbi, akár őszre, vagy majd a télre, lesznek itt más alkalmak. Igen, tehát őszinte leszek, a közösségi rendezvényekben pedig egy kicsit elmaradt. A Szentkeparti Nagyvására volt, ugye kihegyezve a településünkön a rendezvények, emellett természetesen volt óvodai családi nap, egyházi családi nap, iskolásokat, óvodásokat segítette az önkormányzatunk a kirándulásokban, támogattuk anyagilag őket, de talán azt mondja, hogy gyermeknap, vagy családi nap, vagy idősek napja, ez azért nem volt a településünkön. A karácsonyi rendezvények voltak még, és most sikerült egy pályázatba bekerülnünk, egy kis pénzt nyerünk el közösségi rendezvényekre, és ezáltal most több rendezvényünk is lesz a településünkön. Most ugye már szombaton, tehát ez nagyon közel van, lesz egy batyús családi nap megtartva. Remélem az időjárás kedvező lesz, hát az előjek nem túl jók, de bízunk benne, ahol nagyon színvonalas és nagyon sokrétű lesz a rendezvényünk. Színpadi programaink lesznek, Bábszínház, világbajnok negyedik helyezett zenés bohóc bűvész műsorunk lesz, és a végén pedig a 100 fok Celsius együttesnek lesz az élő koncertje. Emellett lesz a Szabó Lovas udvarháznak a lovagoltatása, lovaskocsikázásra, ugrálóvárak, játszótér, fagyi, popcorn, vattacukor, ügyességi versenyek, amit a rendőrkapitányság fog szervezni, kerékpár ügyességi versenyek, de lesz családi ügyességi verseny, amire mindenkit szeretettel várunk, és hozzáteszem, hogy nem csak a penyigei embereknek, hanem úgy hirdettük meg, hogy a valakinek a testvére, barátja, rokona, apa, papa, nagyapa, gyerekek, unokák más településen vannak, mi szívesen látunk mindenkit. Ha a család úgy érzi magát penyigén, szombaton, hogy együtt van így a kompletten a család, mi nagyon szívesen látunk mindenkit. Említettük, hogy júniusban lesz egy település szintű sportnap, melyen a futballcsapattal közösen szervezzük ezt a sportnapot, ahol női futballtól, a gyerekfutballtól, a nős-nőtlen focitól, ami nagyon nagy múltja van penyigén, tehát több rétű lesz, ahol meg szeretnénk vendégelni majd ott mindenkit, egy bizonyos ennivalóval, egy kondér bogrács gulyással, vagy éppensége pörkölttel, ezt majd még kitaláljuk. Augusztusban lesz a Szentkeparti Nagyvásár, októberben lesz első alkalommal megrendezve az idősek napja, ahol szeretnénk a település időseit felköszönteni, egy díszvacsorával, illetve egy országos sírű fellépővel kedveskednék számukra, és karácsonykor természetesen a szokásos adventi műsorok, programok, az iskola szokott a műveldésházunkban egy település szintű karácsonyi műsort adni, illetve a Legyház közösség pedig a templomban szenteste. Azt azért már most elmondhatjuk, hogy penyige sem szerénykedhet a programokban, még hogyha lehet kevesebb is van, mint egy másik településen, azok a programok, amik vannak, polgármester úr, azok minőségiek, és itt az Omega koncertre is gondolva, szerintem nagyon sokan várják már az augusztusi hónapot, hogy ellátogassanak a településre. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál, és hogy kicsit beletekinthettünk nem csak a programokba, hanem a település életébe. Kívánunk sok erőt a település koordinálásához a továbbiakban is számodra. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és mindenkit szeretettel várunk a rendezvényeinkre.